Sziasztok! Én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ebben a videóban egy olyan kalendáriumot fogunk kibontani, amit tavaly és tavaly előtt még nem próbáltam. Ez ugyanis a H&M-nek a Beauty Adventi naptára. Van Beauty és Wellness naptár, és én a Beauty-t rendeltem meg, mind a kettőt nem akartam, mert a Wellness az annyira engem most úgy jelenleg nem érdekel. Egy eléggé picike kalendáriumról van szó, itt középen össze van kötve, és ki lehet hajtani. Eléggé élénk színe van, szerintem abban megegyezhetünk. 30 euróba kerül, sajnos nem volt rá semmilyen kuponkódom, szóval 30 euróért muszáj voltam megvenni. Nem próbáltam még soha H&M-es sminktermékeket, nem tudom, hogy mennyire jó vagy mennyire rossz. És még mielőtt elkezdenénk a kibontását, hát beszéljünk nagyon-nagyon röviden a dizájnról, mert szerintem nincs, mármint hogy ez úgy nem túl kreatív, eléggé pink az egész, és ezüsttel vannak ráírva a számok, elő pedig rá van írva, hogy 24 beauty surprises, és hogy vegán. Szóval vegán szépségápolási termékek vannak benne, le van még egyszer fóliázva, ezt én mindjárt leszedem róla. Igazából ennyi. Ha érdekel titeket is, hogy mi van benne, akkor mindenképp tartsatok velem. Rendesen be van fóliázva. Igen, reklámozzuk, hogy mi mennyire jók vagyunk, mert ezek vegán termékek, de azért tekerjük 8-szor körbe műanyaggal. Szóval, sikerült végre kibontanom. Lássunk is hozzá. Nagyon egyszerű kibontani szépen. Itt felül én most felnyitom ezeket a füleket, és a tálcán kihúzom a termékeket, és akkor kezdjük is az egyessel. Ebben egy szemhéj púder van, szerintem az árnyalatot nem írja. Nem, azt nem fogja sajnos írni. Ez egy csillogó ezüst szemhéj púder. Szilveszterre tökéletes. Második nap egy pici termék van. Hú, jaj, de inimini, te mi vagy? Szájfény, wow. Hát szájfénynek is eléggé picurka, és nagyon-nagyon csillogó, egy ilyen kis rose gold, vagy halvány rózsaszín, nem is tudom, minek mondjam ezt, árnyalat, amúgy nagyon szépen csillog, nagyon csillámosnak tűnik, viszont eléggé picurka. A harmadik napon azért egy nagyobb termék van, ez pedig egy highlighter stick. Nagyon szép, ilyen pesgős, enyhén csillámos highlighterről van szó. Ez egy ilyen ceruza, ki lehet elvileg tekerni, gyakorlatilag meg sem moccan. De oké, megmoccant végre, így ki lehet tekerni, és akkor ezzel csak így bekened az arcod. Ez nem rossz. Negyedik nap egy mini rúzs van. A színe az nagyon tetszik. Nem írja tényleg sajnos, hogy ez melyik árnyalat. De ez egy abszolút hétköznapi szín. Szerintem egy ilyen finomabb vörös. Vagy semmi szaga, semmi illata nincsen. Amúgy nekem ez a kalendárium egyelőre nagyon olyannak tűnik, mint tudjátok, a gyerekeknek való ilyen kis semmilyen smink naptárak, de mindegy, folytassuk, mert lehet, hogy lesznek még benne jó termékek. Az ötödik napon megint egy ilyen picurka dolog van. Á, ez egy szempilla spirál, egy arany csillámos szempilla spirál, ez is eléggé mini méret, viszont eléggé cool. Szóval ezt szívesen kipróbálnám. Tiniként volt, azt hiszem, csillámos szempilla spirálom, és bulikban, mert hogy egy például egy szilveszteri bulira, szerintem tök jó pofa dolog. Na nézzük 6-át Mikulás napot, hogy akkor mit raktak bele. Hát nem dobom el az agyam. Ez egy csillámos, átlátszó szájfény, ilyen holós fénye van. Nagyon rámentek a csillámos, csillogó dolgokra. 7. napon megint egy csillogó dolog van, és ráadásul egy pink csillámos szemhéjpúder. Na ez nekem már egy kicsit sok, ezt még szilveszterre se használnám. A 8. napon egy barackos
ajakbarzsam van, és ez is nagyon mini. Ez még egy ajakbarzsamhoz képest is túl picike. Megszagolom, hogy tényleg barackos-e. Nem, mert le van ragasztva. A 9. napon megint egy ilyen mini csillogó valami van, és ez pedig, ez mi akar lenni? Hú, a csillámok miért nem lehet elolvasni? Valami eye. Talán eyeliner. Kis csusszant, igen, ez egy ezüst csillámos szemhéjtus. Az a baj, hogy nem tudom, hogy mit kommentáljak. Nekem ez kicsit furi. A 10. napon megint egy miniatűr rúzsunk van, egy eléggé szép vörös színben. 11. napon megint egy ilyen csillámos izéke van. Ez is egy szempillaspirál, egy rózsaszín csillámos mini szempillaspirál. Na jó, gyerekek, most ez már kezditek kicsit túltolni, én úgy érzem. 12. napon, na végre ez valami nem csillámos, ez pedig egy, mi ez, pirosító? Igen, egy pirosító, hú, ahhoz képest viszont eléggé színes. Viszont maga a szín az nagyon szép, én ezt szemhéjpudernek használnám, ha amúgy viccen kívül őszre, ez szerintem egy tökéletes árnyalat. 13. napon egy... talán egy ilyen görgős ajak ír. Lip gloss, azt írja. Á, igen, és ez ilyen görgős. Gyerekkoromban volt ilyen, és ráadásul azt hiszem illatos volt, vagy ízes, már nem is tudom. Írjátok meg kommentbe, hogy ti is emlékeztek-e az ilyenre, bár mondjuk az nagy volt, de az is ilyen görgős szájfény volt, vagy ajakápoló, azt hiszem szájfénynek számított. És igen, és abban is ilyen sűrű cucc volt. Ha, na mondjuk ez jó pofa, bár mondjuk ez is picurka méret. 14. napon megint egy ilyen stick formájú termék van, és ez szerintem egy blush, igen, ez egy blush stick, szóval van még egy pirosítónk, és ráadásul esküszöm, hogy majdnem ugyanabban a színben, mint a por állagú pirosítónk. Ez is eléggé színes. Pirosítónak én jobban szeretem a kicsit barnásabb árnyalatot, bár mondjuk azt lehet, hogy már bronzing pudernek lehet hívni. A 15. nap itt van. Ebben egy rózsaszín arany, enyhén arany csillámos szájfény van, ez is egy szájfény lesz, és ez is inimini. Én kezdek kicsit leangolódni ettől a naptártól. 30 euróba kerül ez a H&M-es naptár. Hát akkor már inkább megveszem a kettrészeset 30-ért. Na mindegy. Na, a 16-osban tippeljetek, hogy mi van? Igen, egy csillámos szemhéjpúder, és ez most aranyszínű. Amúgy tök jó a szín. Nagyon finoman hozzáérek. Jó, oké, hát ez konkrétan flitteres lesz tőle a bőröm, annyira csillámos. Ami szilveszterre tök jó, vagy farsangra, vagy valakinek akár csak úgy hétköznapokra is. Én nem vagyok ennyire csillámpárti. A 17. napon ismét egy mini ajakápoló van, és ez most kókuszos. Hány milliliter ez van? Megvan ez 1 milliliter? 2,3 gram. Ha ti mondjátok. 18. napon egy szemöldök zselé van, egy szemöldök gél, átlátszó, szóval ez arra jó, hogy úgymond így bezselézd, így kifésüld a szemöldöködet, és ez is egy kicsi verzió, vajon írja el, hogy hány gram, ez is 2,3 gram, pedig ez nehezebb, mint az előző, de gondolom nem a termék súlyát kéne nézni, hanem ami benne van. Na nézzük, hogy a 19. napra mit raktak. Hát nem is vártam volna mást, mint egy miniatűr terméket, és ez pedig egy szájfény. Egy nagyon-nagyon szép piros szájfény. 20. napon megint egy csillámos termék van, de ez most annyira nem csillámos. És ez egy highlighter. Pillanatra azt hittem, hogy szemhéjpúder, de nem.
ez egy nagyon szép, ilyen aranyos, pezsgős, enyhén csillámos highlighter. A 21. nap, ez olyan mi? Ez megint egy ilyen golyós szájfény, és szerintem az ugyanaz, mint ami a 13. nap volt. Nem, mert a színe egy kicsit más. Ez ilyen lilásabb, ez meg már-már átlátszó. Kitaláljátok, hogy 22. nap mi van? Így van! Egy csillámos szemhéjpúder! Szóval, igen, egy csillámos szemhéjpúder van 22-én is. Gyönyörű a szín. Meg kell hagyni, nagyon-nagyon szép a szín. De nekem kezd egy picit monoton lenni. 23-án egy mini rúzs van, és ennek a színe sem annyira tetszik, vagy mondjuk nem rossz. Jó, oké, nem rossz, de nem hordanám. Ez egy sötét, piros, vagy egy bordó rúzs. Amúgy a csomagolás az összes terméknél borzalmas. Tudom, hogy nem a csomagolás a lényeg, de annyira olcsó műanyagnak tűnik az egész, hogy ugyanezt a naptárat az Actionben, legalábbis a minőségét, meg hogy az egész mindent tekintve, az Actionben körülbelül 7 euróért kapom meg. Ez meg 30 volt. Amúgy Actionös adventi kalendáriumos videó is lesz, hogyha egyszer eljutok az Actionbe. Tegnap be akartam menni, csak nem emlékeztem, hogy mit akartam, ezért nem mentem be, és legközelebb 2 hét múlva megyek arra a környékre, szóval mindegy. És végül elérkeztünk a 24. naphoz, és az a baj, hogy én már látom, hogy mi van benne. És annyira csalódott vagyok. Ez egy csillámos eyeliner. Fehér, és amúgy tök jó hollófénye van, szóval eléggé menő, meg ezzel tényleg nem is feltétlenül csak eyelinerként lehet használni, hanem hogyha valami nagyon extrém partiba mész, akkor még az arcodra is rajzolhatsz vele. De én például nem tudok túl sok mindent kezdeni ezzel az adventi kalendáriummal, mert az izét még tudnám is használni, az ajakápolókat, de annyira ilyen megfoghatatlan, meg ganyi kis csomagolásban van, hogy hát inkább használnám az 1 eurós labellót, komolyan mondom. A csillámos szemhéjpúderek azok nagyon szépek. Nagyon jó a csillám hatásuk, és tök jók a színeik, de mit tudom én, egy elég. Legyen benne egy csillámos, és akkor többi meg legyen valami használható szín. Akkor ez a 8 millió csillogó szájcuc, meg szemöldök cuc, meg eyeliner. Én amúgy tök jó kedve láttam neki ennek a naptárnak, hogy újra nézzük, hogy milyen új termékek lesznek benne, amiket még soha nem láttam, soha nem próbáltam. Hát és ez egy akkora csalódás számomra, mert még hogyha 10 euró lenne, akkor azt mondom, oké, semmi gáz, 10 euró volt, ez totál megéri. De 30-ért, 30 euróért, ez no go. Hát én erre adok konkrétan 1,5 pontot. Idén ez a legnagyobb csalódás, az biztos. Hát jövőre nem fogom megvenni, már most meg tudom mondani. Lehet, hogy én vagyok megint a túl szigorú, és lehet, hogy ezt nyitottam ki volna ki legelsőnek. Lehet, hogy tök más véleményen lennék, de így, hogy már kibontottam az Essence-et, a Catrice-nek a naptárát, a Trendit, Apple-t, így most látom, hogy ez azokhoz képest egy nulla, és még drágább is. Jó, oké, a Catrice-es az egyik 30 euró, a másik 2 meg 35, szóval mondjuk azt, hogy egy kategória, de például a Trendit app az 26 euró volt, és az millióval jobb volt, abban azt hiszem nem volt próbaméret, vagy legalábbis ilyen miniatűr kis izék, ebben meg konkrétan nem volt full size termék. Talán a szemhéjpúdereket hívhatjuk full size-nak, de az is van benne 4 darab, és ebben minden egy csillámos. Hát, sajnálom,
lehet amúgy, hogy nektek tetszik. Nagyon szívesen eladom. Na szóval nyugodtan írjátok meg a véleményeteket kommentbe, hogy nektek ez hogy tetszett. És hogyha kíváncsiak vagytok a többi videóra, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornámra, mert lesz még jó pár szám. Szerint azt hiszem még 13 naptárat kell kibontanom, és még nem érkezett meg az összes. Ennyi lett volna, köszönöm, hogy itt voltál, legközelebb pedig újra találkozunk. Sziasztok!